Tisztelt sportolók, sportbarátok, emlékezésre hívjuk Önöket. Életének 74. évében elhunyt Litta János, a cegédi VS-e egykori jeles labdarúgója. Fiatalon megérintették a Malomtószéli sportterep csábító és vonzó hatásai, szülei itt dolgoztak, a család itt lakott, és mindez egy életre meghatározta életét, pályafutását. Már 16 évesen az MB2-es csapat keretének a tagja lett, leginkább a csatársorban csillogtatta tudását. A CVS egyik megszakítás nélküli MB2-es évtizedének legeredményesebb góllövője volt 1966 és 74 között. A csurgai kökény liptai csatársor teljesítménye emlékezetes maradt sokáig az akkori 2-3 ezres ceglédi szurkolótábornak. Liptai János emlékét ápoljuk és megőrizzük. Ősszel nagyon utáltuk a második csapatok elleni meccseket, hiszen 4 mérkőzésen mindössze 1 pontot tudtunk szerezni. Jó hír, hogy ezt tavasszal már 1 mérkőzésből elértük, így reménykedhetünk, hogy ennél több pontot gyűjtünk a farm csapatok ellen. Kellemes ceglédi pontokban és gólokban gazdag délutánt kívánok innen a Zsengellér Gyula sporttelepről. Itt a második esély az MB2 keleti csoportjának 25. fordulójában Ceglédi VS-e, DVSC 2 mérkőzés kezdődött, meg a vendégek tiszta fehérben, piros díszítéssel, a hazai CVS-e pedig hagyományos sárga felső kék nadrág összeállításban. Kezdte a mérkőzést Sándor Csaba sípjelére, a játékvezető munkáját asszisztensként Szilágyi Zsolt és Ancsin Zoltán segítik. Már a mérkőzést megelőzően, ahogy nyilvánossá váltak az összeállítások, el lehetett könyvelni a vendégcsapatnak egy hatalmas nagy piros pontot a válogatott VB-selejtező szünete miatt. Azt is megtehették volna a debreceniek, hogy az első csapathoz tartozó keretből többen visszajátszanak, erősítve ezzel az MB3-as alakulatot. Nos, jelentem, ezt nem tették meg. Úgyhogy óriási respekt a DVSC2-nek. Másfél perc telik el a mérkőzésből, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, egyelőre csak ismerkednek egymással és a pályával a csapatok. Innen föntről kitűnő állapotúnak tűnik, ezzel együtt az omarend kívül kemény hatalaj. Kifelé csavarodott Marus Csákian. Kísérlet az első kapura lövés, nem kellett hozzá 2 perc. Fussunk is végig a kezdő csapatokon a vendégeknél. Hrabina a kapuban, Jankelics, Kovács, Gellin, Szabó. Középpályán Kozma, Marus Csák, Girdán, Tordai. Elől pedig Juhász és Gyönyörű. Ez tehát Szatmári Csaba kezdő 11-e. A hazai csapat pedig Mikler a kapuban, Bagó, Tóth, Szabó és Polyák a hátvédcsorban, Markó Kuti Takács középen, Lackó Pap és Damásdi pedig elől a tavasszal megszokott összeállításból csendes kapott pihenőt a szakmai stábtól. Őt helyettesíti Tóth Dáriusz ott a védelem közepén, 4-es mezben tetszenek majd látni, illetve a téli igazolások közül Pleszkán Tibor maradt ki, Lackó Milán pedig bekerült a kezdőbe. Szabadrúgás lesz, Markó, a ceglédi csapat kapitánya volt szabálytalan. Megy is a helyezkedés. Mindkét csapat részéről a 16-os vonalán. A játékosok többsége megkezdődik a 4. perc. Ez pedig a kapusé kell, hogy legyen. Mikler könnyedén öleli magához a ceglédi cserék, hálakada, a kapuscsere Csendes Kelemen, Kovács, Tóth és Pleszkán. Ők tehát Makrai László lehetőségei arra, hogyha változtatni kell, vagy ha frissíteni szeretne a mester. Damásdi. Jó a csel, Damásdi. Jól blokkolt a vendégek csapatkapitánya, Kovács Róbert. Kozmát fűzte át Damásdi Alex.
a hajdúságiak egyébként két ponttal vannak lemaradva tőlünk a tabella 13. helyén. 24 mérkőzés, 8 győzelem, 4 döntetlen, 12 vereség, ez a piros-fehérek mérlege. És hát van miért visszavágnunk, hiszen az ősszel hazai pályán, mármint a Nagyerdőben 3-1-re nyertek ellenünk a Loki fiataljai, úgyhogy mindenképpen az a cél, hogy ezen a mérkőzésen revansot vegyünk. Pap! Lackó kis szerencsével meg tudja tartani, a visszagurított labda Takácsé. Két ember között nem volt hely. Markó! Ez pedig magasan fölé. Az első ceglédi kapura lövés is megvan, erre 4,5 percet kellett várni. Győzelemmel kezdte egyébként az idei évet a DVSC 2. Hazai pályán kisebb meglepetésre legyőzték a Tiszaújvárost, majd két vereség a folytatásban. Először a Sajóbában, majd a Kisvárda 2 ellen kaptak ki a lokisták. Legutóbbi két mérkőzésükön még csak gólt sem rúgtak. Lackó! Átfűzi ott Juhászt. Lackó! Érkezik a védők részéről a segítség, de jön a beadás. Bravo Milán! Nem igazán számított ott középen senki arra, hogy ezt Lackó beadással tudja zárni ezt az elfutást. Itt pedig már Bagó. Szabadrúgás lesz. Idáig hallatszott Bagó Patrik jai kiáltása, összezártak a védők előtte. Azt gondolom, hogy teljesen jogos játékvezetői ítélet. És hát Bagó számára is az egyetlen lehetőség volt, hogy megtartsuk a labdát. Így most van lehetőség előre jönni a jól fejelő Szabónak, Tótnak. Minden fehérmezes játékos a saját 16-os a környékén. A labda mögött pedig Takács. A 7. perc elején járunk. Na nézzük. Most jön a síp, és itt a beadás. Túloldalon nem jut el a labda Lackóig. Bagó. Lackó pedig nem megy a labdáért, mert les lett volna. És hagyják a védők is, úgyhogy Hrabina következhet kapus kirúgással. De ahogy említettem, a legutóbbi két meccsükön nem rúgtak gólt a vendégek. Ebben az is közrejátszott talán, hogy a leggólerősebb játékosok az ősszel 13 gólig jutó Sármány Kristóf januárban a Deachoz igazolt. És nem csak a Lokinál szenvednek góltalanságban, hanem csapatunk is messze lemaradva a legkevesebb gólt szerezte a bajnokságban. Az idei mérkőzéseken is mindhárom alkalommal megszereztük ugyan a vezetést, de nem tudtunk még egy gólt rárúgni, hogy lezárjuk a találkozót, és mindhárom ellenfelünk egyenlíteni tudott. Gyöngyös Jászberény, DVTK 2, ez a tavaszi 3 forduló, és hát 1-1, úristen. Ez nem volt veszélytelen, Krabina tárja szét a karját. A védők nem nagyon segítették most a Loki kapusát. Tóth. Girdán próbált ott meg labdát szerezni. Tóthot pedig nyugalomra intik a társak. Ez nem volt egy jó indítás. Vendégbedobással folytatódhat a mérkőzés. Egy-egy kapura lövés az eddig eltelt 8 perc mérlege. A kapusoknak nem volt még dolguk egyik oldalon sem. Poják! Vissza oda Pap irányába. Ezt még be lehet futni. A beadásban nem volt erő. És bedobás lesz. Szabadrúgást szerettek volna a vendégek. Meg kell elégedniük az oldal bedobás lehetőségével. Szabó. Maruscsák. Ez most jó indítás. Szabónak kellett figyelni. Ricsi volt résen. Kovács.
Ez jó ez a testcsel. Szabó próbálta meg kiugratni Jan Maruscsákot. Nagyon fegyelmezetten zárnak vissza a vendégek. Úgyhogy nehéz rést találni egyenlőre. Maradnak a hátsó passzok. Szabó dolgoztatta meg Kutit. Most indulnak a mozgások elől. Pap elől rúgta ki a védője. Bagó nagy bedobása. Nem nagyon férünk ott a labdához. Gellérről ment ki a labda. Jöhetünk a vendégtérfél közepéről. Lackó átkeveredik oda a túloldalra. Gellén vele szemben. Meg aztán még két fehérmezes. Ennek egyenes következménye volt. Azok ki tudták emelni a védők a labdát. Itt pedig már Bagó óriási küzdelemben. Markó egy emberen túljut. Kuti elengedte, Lackó, Takástól jöhet a beadás, vele szembe Jankelics, Takács hátra. Bent középen Damásdi és Lackó várta a labdát, itt pedig már egészen Miklernek nem engedjünk, hogy megfázzon egy másodpercig sem a napsütésben. Viszonylag kellemes a hőmérséklet, itt az árnyékos oldalon azonban viszonyatosan hideg van. És a szokásos kis lengeszellő, ami hogyha a városban nem fúj a szél, itt akkor is. Tordai felé a kiugratás. Jól értek oda a védők. Itt pedig már Tóth. Kuti. Rendre ő lép vissza labdáért. Tóth. Nem az első rossz indítás a Tóth Dáriusznak. Kozma. Őt keresték a társak a felíveléssel. Itt pedig már Polyák. Gyorsabb passzokat kér a hazai mester. Idáig hallatszik Makrai Lászlói utasítása. Jó labdaszerzés a vendégeknél, Maruscsák. Szabó. Juhász. Szépen jár lábról lábra a labda. Óriási küzdelemben Jankelicssel. Szabadrúgás lesz befelé. Többször is lett volna lehetőség szerelni Jankelics Ivánt. Ez csak szabálytalanul sikerült. Közeledünk az első negyed óra végéhez. Helyzet nélkül eddig. És gól nélkül a mérkőzésem. Nálunk csak Lackó elől, mindenki más a védekezési feladatok ellátására koncentrál. A játékvezető pedig rendet rak ott a 16-os és a 11-es pontja között. És most jöhet befelé a beívelés, Bagó föl az égbe. Takács nem tudta megszerezni. Bagó vágja ki, sőt. Lackónak van lehetősége ott Jankelics árnyékában. Hát ez egy egészen másik sportág. Jankelics Ivánnak
egyetlen egy szabályos mozdulata nem volt az elmúlt 10 másodpercben, szabad rúgása vége. Egy sárga lap talán elférhetett volna. Bagó. Kuti elől. Jó, a visszapassz Bagótól pedig jön a beívelés, ki tudják bólintani a védők. Gellén volt az. Szerencsére újra nálunk a labda, Takáccsal szemben faltoltak. Gyönyörű volt a vétkes. Időközben volt egy cipőcsere itt az oldalvonal mellett, Lackó Milán váltott stoplist. Ez okozott itt a kispadon kisebb izgalmat, mint ahogy Takács beívelése sokkal kevesebb izgalommal járt. Hrabina senkitől sem szavartatva húzta le a labdát. Kozma most ér vissza. Damásdi, sikerült is megzavarni a Kozma Bencét, és a labda már nálunk. Hát labdabirtoklásban nem állunk rosszul. Azzal együtt, hogy nagyon fegyelmezetten visszazár egy olyan 30-35 méteres sávba az ellenfél. Damásdi le tudott fordulni. A passz azonban rövid, vagy mondjuk azt, hogy jól lépett ki Juhász. Szabó. Gellén. Gyönyörű pedig hátra. Gellén. Kicsibe próbálták megoldani a vendégek ezt. Egy szabálytalansággal akadályozta meg Pap. Szabadrúgás lesz a DVSC 2 csapata javára. A túlsó oldalvonalnál a tér felünk közepén. Lackó Milán még a cipőjét fűzi ott a kezdőkörben. A vendégeknél pedig 4-5 ember várja a beívelést, ami ebben a pillanatban meg is történik. Jó a fejes Bagó részéről. Juhász. Mutatják a társak, hogy a biztonságot hátul. Kozma. Tordai. Tőle a beívelés. Újra Bagó Patrik munkában. Lackó próbálja távol tartani Kovácsot. Ez gyönyörű, szép Damásdi. Szép volt a megelőzés, jó a csel, húz befelé, a túloldalon pedig rövid a passz. Pap vártott kiugrásra készen, picit lehetett volna erősebb. Damásdi Alex passza. És akkor még inkább fölemelhettem volna a hangom. Kuti befutja ezt a labdát, jól előzte meg Tordait. Szögletrúgás lesz a vége. Hiába szerette volna Hrabina gyorsan játékba hozni a labdát. Következhet a mérkőzés első szögletrúgása. 18. perc végén mindez, és addig mi készülődnek a csapatok, addig mi megismerkedünk a keleti csoport tabellájával. A listavezető a Tisza Kécske, 24 mérkőzés, 19 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, 59 megszerzett bajnoki pont. A második pedig a Jászberény, 24 meccsen szerzett 53 ponttal. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán pedig az újonc BVSC Zugló 49 ponttal, itt pedig Takács beívelése. Akadálytalanul jut el Kutiig a labda ott a túloldalom. Nem jött be a megkerülős csel. Kuti Krisztián próbálkozott. Közeledünk az első játékrész feléhez. Egyértelmű mezőnyfölényben a hazai csapat.
de ez egyenlőre sem helyzetekben, gólokban meg főleg nem mutatkozik meg. Tordai, Kovács, Gellink kéri és klapja a túloldalon. Most érkezett oda, most kerülünk közelebb a védőköz, illetve a középpályásokhoz. Kovács, Tordai felé a passz, illetve mozdult rá Maruscsák is. Bedobás a vendégeké. Tordai. Összerúgtak Damásdival. Jankelics. Kozma keveredett át oda a túloldalra. A keresztpassz pedig Tordai találja meg. Polyák ezt a nári módon lerendezte. Ez szép volt. A feljutásra és az esélyekről csak annyit, hogy a Jászberény, amelyik pontban a legközelebb áll a listavezető Tisza Kécskéhez, nem kért licenszet a jövő évre az MB2-re, így teljes nyugalomban lehetnek a tiszapartiak, már ami a feljutást illeti. 10 pontos ilyetén a FOR az előny a BVSC-vel szemben, és hát azért van még hátra néhány mérkőzés, de elnézve a Tisza Kécske őszi és tavaszi formáját, nem különösebben kell aggódni a kék-sárgáknak. A tabella középmezőnyében található a hazai csapat 11. helyen. 24 meccs, 8 győzelem. Miközben nézzük, ez jó a kiugratás papirányába. Lerázta a védőjét, és belelépnek a paszba. Jöhet a második sarokrúgás. Ezúttal is Takács fogja onnan a túloldalról elvégezni. Szóval a ceglédi mérleg 24 meccs, 8 győzelem, 6 döntetlen, 10 vereség, 30 megszerzett pont. Mai ellenfelünk, ahogy ezt a mérkőzés elején említettem, 28 pontot győzött, úgyhogy abba a zokfejtésbe bele se mennék, hogy mi lenne akkor, ha nyernének a fehérek. Nézzük inkább Takács szögletét. Érkezik a beívelés. Szabó senkitől sem zavartatva, csak nem tudja kellő erővel megfejelni Ricsi ezt a labdát, így könnyű zsákmány Rabinának. Marko, a csel jó, az indítás pedig nagyon-nagyon hosszú, ráadásul Lackó visszafelé mozgott, úgyhogy esély sem volt ennek a labdának a megszerzésére. Ugye 20 csapatos az MB2 mindhárom csoportja, és a verseny kiírás szerint az utolsó 5 csapat búcsúzik az idény végén, jelen pillanatban ebben a veszélyzónában. Miközben Szabó húzza vissza a mezőnybe a labdát. Ez jó passz, Kuti. Pap lépett vissza labdáért, és aztán veszti el. Juhász. Maruscsák hagyja Tordainak. Itt még Polyáknak dolga volt, sőt, Damásdi bent tartja, de az ellenfélnek a labdát. Kuti, indul Damásdi a szélen, meg is kapja. Kovács üldözi, Damásdi egy csel befelé, és aztán egy bosszantó technikai hiba, de ez nekünk lehetőséget ad arra, hogy befejezzem az előbbi mondatot, tehát hogy kik vannak veszélyzónában. Gyöngyös a 60, a Putnok, a Sajó Bábony és a Mezőköves Zsóri. Ez tehát az az 5 csapat, aki ha most lenne vége a bajnokságnak, akkor búcsút intene az MB3-nak. Csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy a Gyöngyös áll a legjobban, a 16. pozícióban 24 bajnoki pont. Kisebb fejszámolást követően látható, hogy tehát 6 pont előnyünk van a kieső zónához képest. Jó lenne ezt még most gyarapítani, itt egy jó labdaszerzés, és aztán kivezeti Pap. Túl vagyunk az első játékrész felén.
továbbra is mezőnyfölényben a hazaiak, és nem igazán kellett igénybe venni a tollat annak érdekében, hogy följegyezzük akár a helyzeteket, akár pedig a gólokat, mert hogy egyikből sem volt idáig. Kuti, nagyon fegyelmezett a vendégcsapat, mi pedig nem nagyon tudunk mit kezdeni a gyors mozgású debreceniekkel. Jankelics előre. Kozmának és Maruscsáknak sem sikerült megszereznie, így most már ceglédi lábakon a játékszer egészen hátul Tóth, most ő a legutolsó ember nálunk. Marko. Szabó. Takácsot előzték meg, még szerencsé, hogy Polyák figyelt, de még mindig nem léptük át a felezőt. Na talán majd most Markó megteszi. 23 centi erejéig mindössze. Szabó. Szépen toljuk hátrébb a vendégeket. Takács. Az ő passzával indul el Polyák. Jön is a beadás. A kipattanónál pedig Damásdi. A csel, Damásdi, és kirúgás lesz a vége. Ebben talán több volt. Viszont meg kell dicsérnünk Polyákot, aki jól sprintelt, és volt éle a beadásnak is. És még ez a cipő se jó. Úgyhogy Lackó Milán most volt egy picit veszélyben, újra cipőt cserél itt az oldalvonal mellett. Polyák. Apró meg nem értés a hazaiaknál. Lackó ugyanis még nem állt be. Gellém. A túloldalon Jankelics. Gyönyörűvel szemben voltunk szabálytalanok. Girdántól kapott egy visszapaszt, és indult volna a 16-oson belőre. Az asszisztens pedig akkurátosan ellenőrzi a stoplikat, és akkor most már nincs akadálya, hogy újra teljes létszámban legyünk a pályán. 27. perc, annak is a vége már. Szabadrúgás lesz a vendégcsapat javára. És mutatja Sándor játékvezető, hogy bizony sípra folytatódik a játék. Két tagú a ceglédi sorfal vele szemben. És ketten is ugrásra készek a kipattanónál. Bagó Patrik folyamatosan munkába ezeknél a beíveléseknél, most is ő volt jó helyen, és megint ő munkában. Ez pedig egy szabadrúgás lesz kifelé. Természetesen nincs harag. Ha jól láttam, akkor Juhász Martin volt szabálytalan, igen. 28. perc. Polyák. Damásdi. Ő nem indult, Lackó pedig messze volt. Szabó pöckölte haza. Harabina pedig Bagót találta, meg gondolom nem így akarta. Itt pedig egy hiba Marko Áditól. És ezzel most jöhetnek a vendégek. Maruscsák. Tordai. Ott nincs fehérmezes. Kovács. Megpróbálják most birtokolni a labdát a vendégek. Kozma. Jól fordult le. Jó a passz is. Juhász. A túloldalon Jankelics zárkózik.
tőle most jön a beadás. Markó Bólint, aki Takács. Szerencsénk volt most ezúttal, hogy átpattant a középpályáson. Így fért hozzá Takács Krisztófer a labdához. Ez pedig egy sokkal tisztább helyzet, Ceglédi bedobás. Amit egy újabb követ, 27,3 méterrel előrébről. Ez most már a vendégek tér felén. Poják. Ott nincs sárga mezes, viszont Pap jól olvasta a szándékot, meg jó a szerelés a vendégeknél is. Tóth. Kuti lépett vissza. Markó a túloldalom. Bagó. Ez tökéletes. Pap irányába jön is a beadás, amiben bele tudnak lépni a védők. Jankelics Iván, úgyhogy jöhet a harmadik sarokrúgás. A mérkőzésen túl az első fél órán. Úgy is mondhatjuk, hogy eltelt a mérkőzés egyharmada. Kisebb mezőny fölénye, azt gondolom, hogy ez a helyes jelző az eddig eltelt 30 percre. Takács. Rabina, most sikerült megelőznie ott Szabónak, de a lecsorgónál a fehérmezesek voltak előnyben. Itt pedig már Bagó munkában. Muszáj volt megoldani, mert ketten is ugrászra készek voltak, Girdán is, és Kozma is lecsapatott volna erre a labdára. A játékvezető visszaparancsolja Tordai Balást, aki ebben a pillanatban el is végzi a bedobást. Poják. Gellém. Jankelics. Gellém pedig bevonja a portást, Rabina Alexet. Most indul a mozgás a fehéreknél. Gellén indítása pontatlan volt Juhász irányába. Ceglédi szabadrúgás következhet. Jankelics volt szabálytalan. Markó. Poják. Tökéletes a labda Damásdinak. Egy csel kifelé, majd a beadás. Erőtlen volt. Hát ebben is több volt. Középen ugrásra készen állt ott Lackó. Teljes fordulót rendeznek egyébként a mai napon a keleti csoportban. Eger Sajó Bábony, Kisvárda 2, Tiszaújváros, Tisza Kécske, DVTK 2, Balassa Gyarmat, Jászberény, Tisza Füred Gyöngyös, SBTC Füzes Gyarmat, Mezőkövest 2, 60, BVSC Tája és Sényő Putnok meccseket rendeznek velünk egy időben. Takács sikerül megkerülnie Tordait, és még benn is tartja. Poják. Erre a labdára pedig nem indulnak a társak. Befelé mozgott Lackó, a labda pedig kifelé. Szabó. Juhász szerették volna megjátszani a társak, bedobással jöhetnek a vendégek. 34. perc. Ha
Hát ezt most elügyetlenkedték a fehérmezesek, köszönjük meg nekik. Marko. Mi sem voltunk sokkal ügyesebbek, valljuk meg. Juhász fordulott. Kovács. Tordai, vele szemben Damásdi. Szabadrúgás lesz. Damásdi ott hagyta a lábát. Gellén. Jankelics. Jó az összjáték Juhásszal. Pap vele szemben, ezzel együtt be tudja adni. Uff! Azt a mindenségit, egy lecsorgó. Girdán lövés. Hát bizony kapaszkodnia kellett Miklernek. Hát ez legalább olyan helyzet volt, mint a túloldalon Damásdi beadását követően, hogy Lackó nem fért a labdához. Bizony ez lehetőség volt a vendégeknél is. A túloldalon pedig Jankevics az egyszerűt választja. Bedobás lehet. Bagó. Nincs még kinn a labda, Markó. Ez kéz volt. Maruscsák próbálta meg átemelni Markó Ádámot. Szabadrúgás lesz kifelé. Néhány perccel ezelőttig azért azt elmondhattuk, hogy a mezőnyfölényünk mellett mi álltunk közelebb a gólszerzéshez. Hát az iménti debreceni helyzet után már ez sem igaz. Ez a mondat sem. Maruscsák kapott egyet. Csak azt nem tudom, hogy mit vitatkozik Takács. A labda már nem volt ott. El is végezték a vendégek. Szabó hátra. Illetve hátul Gellénnek. Aztán megfuttatták ott Jankelicset, nem is tudta bent tartani a szélsővédő. Így mi jöhetünk bedobással, de már szépen visszazártak a fehérek. Takács egyéni akciója nem járt sikerrel. Dobhatnak a fehérmezesek. Mi pedig addig kicsit kitekintünk a másik két csoportot, illetve megnézzük, hogy a középcsoportban hogy néz ki a dobogós helyezések. Mely csapatok találhatók az élmezőnyben. A középcsoportot vezeti a Kecskemét 55 ponttal, második a Dabas 53-mal, harmadik az Iváncsa 49-el, az FTC második csapata 46 ponttal a negyedik. Így néz ki tehát a középcsoport tabellája. A nyugati csoportban pedig listavezető a harmadik kerületi TV-je 58 ponttal, második a Moson-Magyaróvár 52 bajnoki egység a nevük mögött, harmadik pedig a Lipót-Pékség 45 ponttal. Tehát azt látjuk, hogy 2 pont az első és második helyzet között a differencia a középcsoportban, és 6 a különbség a nyugatiban. Úgyhogy sehol sem dőlt el még semmi. Poják! És ez a meccs is eldöntetlenre áll. Juhász! Mellette Maruscsák. Markó, Lackót találja meg. Kovács most megelőzte Lackó Milánt. Gellén pedig hátra Hraminának. Bagó ezt most hagyja Tótnak. És Tóth sem kockáztatott.
nap, azt követően pedig már Polyák. Szabó. Takács. Szabó Árpád pöccintett. Ceglidi bedobás. 40. perc az első félidőben. Gyűrik, gyömözkölik egymást a játékosok. A biztonság mindenek felett, ez a jelszó. Lackó. Uff. Pap Gyuri nem számított arra, hogy ez a labda eljuthat a védőn keresztül hozzá. Itt pedig egy jó labdaszerzés. Damásdi. Bagó emeli be középre. Ott nincsen sárga mezes. Kuti. Megvan még. Kuti. A bepaszba pedig belelépnek. Jankelics. Jöhet a negyedik. Ceglédi sarokrúgás. Ugye nem kell különösebben ecsetelnem annak a lélektani előnyét, hogy fél idő lefújása előtt gólt szerezni. Mennyire megnyugtathatná a csapatot, megnyugtathatná azokat a nézőket, akik a zárt kapus rendezés mellett is a szervíz úton ott állnak, fagyoskodnak, bár ők azért napsütésben vannak. Na nézzük, Szabó! Pontatlan volt ez a csúsztatás. Jó volt a szándék, a gondolat, a célzással és az erővel volt ebből probléma. Ha jól számolom, akkor 21 ember a túloldalon, aki azt választotta, hogy élőben, mindenféle távolságot betartva, de a helyszínen tekinti meg a mérkőzést. Kezdődik a 42. perc. Szabó. Damásdi Tordai jelenti meg. Itt pedig már Marussák. Sprintel a túloldal, Jankelics. Nem is Jankelics volt, hanem Gyönyörű, bocsánat. De mi ennél fontosabb, Gyönyörű volt. Bagó közbelépése is, azzal együtt, hogy az asszisztens zászlaja már a magasban, úgyhogy les miatt lesz szabadrúgás kifelé. El is végeztük. Markó. Nem tudunk ritmust váltani, nem tudjuk meglepni a védekező csapatot. Tóth. Bagó. Ezt most jól oldották meg a vendégek. Bagó Patrikról hagyta el a játékszer. A zöld füves területet. El is végezték a bedobást a vendégek. Kovács már. Tordai. Neki kellett sprintelni. Megfuttatta Kovácsot. Oda pedig Lackó érkezik zavarni. Markó. És ezt most rutinosan oldotta meg Kovács Róbert. A DBSC csapatkapitánya. Közvetkezik az első játékrész hajrája. Kevesebb mint 2 perc a rendes játékidőből hátra lévő idő. Alig-alig volt szabálytalanság is, úgyhogy különösebb oka nincs a játékvezetőnek a hosszabbításra. Polyák. Szabó. Indul, sprintel Bagó ott a túloldalon. Most kapja Kutitól a pörgetést. Pap. Jön is a beadás. Tordai fejjel. Kuti. Nem tudta már irányítani, csak bele tudta tenni a lábát ebbe a labdába.
Juhász. Jankelics emelte ki, a labda pedig már Miklernél. Újabb egy perc telt el. Megkezdődött az utolsó perc. Az első játék részben. Kuti. Próbáljuk nyomás alá helyezni az ellenfeled. Nem túl sok sikerrel. Ez eddig szép összjáték. Markó! Rabina védett. Ez gyönyörű volt. Bagó. Ezt meg kinyomják, kitolják, kirúgják. Ott a fehérek. Juhász. Damásdi. Szabó. 10 másodperc. Ennyi van hátra az első játék részből. Tóth. Ez jó. Kuti. Nem így szerette volna, de így sikerült. Őt is meglepte, hogy a sarkáról visszapattant elé a labda. Nem jelentett különösebb veszélyt Hrabina kapujára, aki most még békésen elkortyolgat. Szénsavmentes ásványvizet természetesen. És akkor következhet a kapus kirúgása, és ez volt az utolsó momentum. Hát kedves nézők, 45 perc játék után nincs gól. Minimális helyzet, rendkívül fegyelmezett ellenféllel szemben egyelőre nem találjuk az ellenszeret. Hát van most 10-15 perc a szünet, hogy sikerüljön egy picit a 45 perc tapasztalatát kihasználni arra, hogy hogyan is lehetne feltörni ezt a piros-fehér reteszt. Néhány perc pihenő, és aztán jövünk vissza majd a második félidővel. Hát a hazaiak voltak frissebbek a szünet után. Már hosszú percek óta kín voltak a sárgamezesek, amikor még az asszisztensnek külön be kellett mennie szólni a Debrecennek, hogy talán érkezzenek meg a folytatásra. Cseréltek viszont a vendégek. A fél időben érkezett a pályára Preg Izsák, őt hatos mezben tetszenek majd látni, és Kozma Bencét váltotta a második fél időre. Na nézzük, mit sikerült kifőzni a hazai öltözőbe. Mi lesz az a recept, amivel pontokkal gyarapszik a hazai csapat. Szabó. Tóth. Bagó próbálta meg átpöccinteni Jankelicsen a labdát. Pap. Nem tudta megtartani, sőt megjátszani sem. Szabó munkában. Pedig egy szabad rúgás kifelé, a felpattanó labda találta el Pap kezét. Gellén. Kovács. A frissen beállt Preg. Jó az első passza, itt pedig már Gellén keres magának társakat. Hát biztos, hogy nem Bagót szerette volna megjátszani. Maruscsák. Juhász. Jó labda Gyönyörűnek. Vele szemben Bagó Patrik. Ez a beadás pedig túlságosan is mélyre sikerült. Megpróbáltam nyomozni egy picit a többi találkozó eredménye szünetbeli félidei állása tekintetében. Nem túl sok sikerrel jártam, azért az zárt kapus meccsek azok meghatározzák azt, hogy a szurkolói oldal nem tud olyan eredménykövetést produkálni, mint
akkor, amikor szabadon voltak látogathatóak a mérkőzések. Egész konkrétan egy eredményem van, egy fél idei eredményem. Salgótarján Füzes Gyarmat 4-0, ez viszont vaskos meglepetés, azt gondolom idáig. Mint ahogy szépen csinálta meg Girdán saját magának a helyzetet, Mikler volt a végállomás. Damásdi. Lackó vesztett labdát. Maruscsák. Takács előtt volt a lehetőség egy jó indításra. Nem sikerült, itt pedig már gyönyörű. Jön a beadás. Kuti pedig vissza a feladónak. Jankelics. Gellén. És a labda pedig már Hrabinán áll hátul. Eltelt 4 perc a második fél időben. Szélső helyett szélső a változtatás a vendégeknél. Tehát a beállt Preg Kozma helyét foglalta el, úgyhogy a szándék azt gondolom egyértelmű debreceni részről is. Meg kell próbálni gólt szerezni a vendégeknek. Jankelics. Gyönyörűvel az összjáték. Jankelics még be tudja adni, de Mikler a végállomás ismét. Nem mozdult el a hazai kapus a rövidről, és ezt most nagyon jól tette. Tóth. És rossz a fölpassz. Gyönyörű. Juhász. Túloldalon teljesen tisztán Tordai. És ő lőtt kapu mellé, aztán kér elnézést a társaktól. Az előbb kivártam egy picit, hogy mi lesz ennek a hátsó passzolgatásnak az eredménye. Hát nem túl sok. Továbbra is kevés a mozgás középen és elől, a hátsó védői passzok pedig nem igazán töltenek el bennünket optimizmussal. Polyák, neki kell sprintelnie, nem sikerült bent tartani a labdát. Girdám. Kirugás következhet. Mi pedig addig egy picit foglalkozunk a góllövő listával, legalábbis ami a keleti csoportot illeti. Murai Sándor Márka Putnok ellenhálóba talált a BVSC Zugló játékosa az elmúlt fordulóban, és már 23 gólos magasan ő a lista vezető. Második Kalmár, harmadik Tarlósi, a legjobb cegvédi gólszerző. Negyed magával Lackó Milán 10 bajnoki góllal, a 11. helyhez elég ez az eredmény. Milán nem volt még eredményes tavasszal. És az is igaz, hogy először kezdő ezen a mérkőzésen. Nem kapott még engedélyt a hazai csapat a szabadrúgás elvégzésére. Sándor Csaba játékvezető visszafújja. Szerencsére Markó már talpon, nincs szükség sem orvosra, sem gyúróra. Lenne szükség viszont egy ceglédi gólra. Kuti. Pap. Markó. Jól lépett közbe. És még egyszer. Kuti. Rövid a labdája Lackó irányába. Itt pedig Tóth Dáriusznak kell figyelnie. Ugrásra kész volt már Girdán.
marad is elő, próbál meg ott zavart kelteni. Tud. Nagyon sokadik rossz fölpassz Tóth Dáriusztól. Takács most segít. Szabó. Szabó lépett közbe. A labda maradt természetesen a Ceglédnél. És itt pedig a mi Szabunk. Ricsi oldalra. Majd kapja vissza Polyáktól. 54. perc. Kuti lép hátra labdáért. A nagykeró oda. Túloldalra megtalálja Damásdit. És kirúgás lesz a vége, azt mutatja a játékvezető, nem csak azért, mert Tordai mutatja a vendégeknél, hanem azért, mert közelebb volt, mint mi, hogy a labda visszapattan Damásdi Alexre. Így tehát jöhetnek kirúgással a vendégek, és ha már az első félidőben volt arra idő, a játék megengedte, hogy a közép és a nyugati csoporttal is egy picit foglalkozzunk, már ami a tabella elejét illeti, akkor most a gólszerzőknél is nézzünk körbe, hogy mi újság a másik két csoportban. A középcsoport góllövő listája élén Károly Bálint, a KTE gólvágója 14 góllal egyedül, ezért a második Simon Attila, a Taksony labdarúgója 13 találattal. Sokkal kevesebb tehát a lista, vagy a góllövő lista élén álló személyi találata, mint nálunk itt a kereti csoportban. A nyugatnál pedig Szabó Lukás a téli szünetben Lipótról Dorogra igazolt, ő 21 gólt lőtt az ősszel. Nem lesz könnyű megelőzni, Magasföldi József 7 találatra van tőle, és ő a második a nyugati csoport góllövő listáján. Kuti. Markó, üres a túloldalon Polyák, nem is Polyák volt, bocsánat, hanem Takács, rossz megoldás, Polyák próbálja most visszaszerezni, és meg is van a labda, bravo, Kristóf. Szabadrúgás lesz befelé, hát ezt a semmiből hoztuk ott össze a túloldalon. És veszekszik Preg Izsákkal Szatmári Csaba. Neki kellett volna ezt sokkal egyszerűbben megoldani, és akkor most nem lenne veszély. Bár az, hogy ebből igazából veszély lesz, az csak néhány másodperc múlva derül ki. Mi nagyon szeretnénk, meg nagyon szeretnénk egy idegnyugtató hazai gólt is. A labda mögött Takács. Minden vendégjátékos a saját 16-osán belül. Na nézzük. Elrendezte a Spori a támadókat, védőket, és akkor most jön a jel. Takács. Át a közép. Kuti. Kipattanóval Damásdi. Takács ismételhet jobbal. Szögletrúgás lesz a vége. Közben ott Juhász Martin fájlalja a kezét, csípette a lövés. Csak erre tudok gondolni. Közvetlen érintkezés nem volt. Takáccsal jöhet a második félidőben az első sorokrugás, ami összességében az 5. ceglédi korner. Takács. Kipattanónál Damásdi. Belelépnek a lövésébe, sőt Szabó. Papír vissza jókor, jó időben. Kicsit, mintha megélénkült volna a játék. Ketten is a földön ugyanakkor. Bagó Patrik pedig kirúgja a labdát az oldalvonalon. Kívülre, hogy ápolni lehessen, ha szükséges. A Spori megnézi a fehért és megnézi a sárgát. Szerencsére mindkét játékos talpon.
tovább a mérkőzés, labdaejtést követően 58. perc, annak is a vége. Damásdi. Jól szerezte vissza. Takács. 20 méterre. Ott a játékvezető orra előtt, de néma maradt a bírói síp, tehát nem volt kéz. Itt pedig Lackó. Őt állította meg az asszisztens Lesen. Gyorsabb mozgásra ösztökéli csapatát Makrai László. Polyák el tudta fejelni a labdát, de kellett Tóth fejese is. Damásdi. Takács. Ez most jó. Damásdi irányába a labda. Vele szemben Gellén. Polyák. Szabó fejesét követően újra ő. Kutival az összjáték. Tud. Polyák. Most jól át tudja venni Damásdi. Lerázza a védőjét, Damásdi egy csel befelé, és még visszaszerzi, és estében csak bele tudott pöckölni a labdába Újhegyjel. Újabb sérülés, újabb ápolás, ezúttal Tordai Balázs maradt ott féltérden. A játékvezető megnézi, nyilván minden körülmények között a játékosok testi épsége a legfontosabb. Szerencsére Tordai már talpon, és tudja folytatni a mérkőzést. Mi pedig sportszerűen visszaadtuk a labdát. Kovács. Gellén. Most rontunk rá a fehérekre. Lackó és Papis zavaró repülést végzett, aminek az eredménye. Szerettem volna, hogy egy ceglédi szabadrúgás legyen. Ehhez képest egy ceglédi bedobás lesz. Mutatja a játékvezető is, hogy csak bedobás. Bagó. Tóth. Mikler vissza a mezőnybe. Telibe találta Juhászt. Kuti szerelt. Borzalmasan sok a hiba. Mind a két oldalon szinte alig van két jó passz. Jankelics Iván szeretett volna egy szabadrúgást kiharcolni, de mielőtt még elvégezhetnénk a bedobást, jön a második debreceni változtatás. Tomula Patrik jelentkezik játékra. És most már benn is a pályám, és Juhász Martint vártotta. 62. Ismét változtatnak a vendégek, Juhász Martin helyén 19-essel Tomola Patrik. És akkor most jöhetünk a bedobással. Takács birkózott egy jó ízűt a frissen beállt Tomolával, szabadrúgás lesz kifelé, 63. perc. Ennek megfelelően szépen helyezkednek is följebb a védők, úgyhogy a középpálya közepénél most a csapatok. Bagó. Gyönyörű, ez most pontos passz. Szabó. Kovácsot választotta. Tordai. Girdánt
kereste és találta meg Tordai Balázs. Szabó. Uff. Vagy nem sikerült a labdaszerzés Lackónak. Gellén oldotta meg. Jól. Maruscsák. Tordai. Tomola. Gyönyörű. Jankelicsnek ment a passz. Kuti lába tudott közben nyúlni. Van lehetőség egy kicsit kijebb jönni. A labda pedig a Debrecen tér felén. Kovács. Szabad rúgást szerettünk volna, bedobás lett a vége. Poják. Kuti lépett hátra egészen, oda a védővonalban. Milán addig taszigálta Gellént, ameddig kiharcolt egy bedobást, és itt van az első hazai változtatás, érkezik Pleszkán Tibor, és Damást itt fogja váltani. Itt az első változtatás hazai oldalon, Damásdi Alexej 21-essel Pleszkán Tibor. Szerkezetileg azt jelenti, hogy megy be középre Pleszkán, és Lackó Milán pedig már húzódik át oda a túloldalra. Pap Pleszkán Lackó, tehát a támadó trió most. Bagó, Pleszkán, őt választják el a labdától, és sprintelni kell. Girdán tökéletesen elégedett volt a bedobással. A fehér mezesek lélegzethez jutnak. Jankelics. Nagyon sok a pontatlanság továbbra is. Abszolút nincs folyamatos játék. Egyik oldalon sem. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy merre és hova fog pattanni a közbelépést követően a labda. Kuti. Pleszkán nem fért a labdához, pedig Tordait futtatta meg Kovács. Nem is tudja bent tartani Tordai Balázs. Lackó. Tomola vele szemben. Lackó, ez is jó. Lackó. Szögletrúgása vége. Ez már a hatodik sarokrúgás, amit elvégezhetünk. És második a második fél időben. Érdekesség, hogy a vendég Debrecennek nem sikerült még ebben a műfajban statisztikát produkálni. Nem rúgtak még a fehér mezesek, bár ennek az ég egyet a világon semmi jelentősége nincs. Sokkal fontosabb lenne, hogy végre gólt szerezzünk. 67. perc. Takács. Érkezik be a labda magasan. Lökést mutat a játékvezető. Szabó is ugrásra kész volt, és Pleszkánt is ott láttam a labda körül. Ha nem akasztja meg ezt az akciót a játékvezetői síp, akkor ez bizony helyzet lehetett volna. Krabina. Szabó ugrott legmagasabbra. Markó. Ketten is gyötörték ott Preget, és dobhat a vendégcsapat.
deszkán. Róla ment ki a labda, ezt tulajdonképpen majdnem mindenki így látta. Mert az asszisztens először Ceglédi bedobást jelzett. Na nézzük, hát lehet, hogy le sem volt Lackó Milán. Teoretikus a kérdés, semmi jelentősége ennek sem, hiszen magasban az asszisztens zászlaja. Kisebb tikitaka ott a túloldalon. Továbbra is nagyon-nagyon szűk területen a játék. Kicsit az az érzése, mintha nem lenne terület. Egyik csapatnak se az. Egy-két méterre. Két-három csapattárs is mind a két oldalon, és egyszerűen alig-alig van folyamatos játék, már ami az azonos csapatban játszókat illeti. Tomola át a túloldalra, Tordainak. Túlságosan is erős volt ez a labda, 70. perc, továbbra sincs gól, és nincsen helyzet sem, sajnos. Azt nem tudom, tetszettek-e tudni, hogy a Debreceni Vasutas Sportklub a mostani piros-fehér szín összeállításához képes volt zöld-fehér, volt lila-fehér, fekete-fehér és kék-sárga is. A DVSC-t 1902-ben alapították Egyetértés Futball Klub néven, majd 1912 nyarán a csapat önállósodásával létrejött a Debreceni Vasutas Sportklub. A 30-as években Debrecen második számú csapatának számított. Az 50-es évek egyik névváltoztatásának köszönhetően kapta a gárda a Loki becenevet. Nézzük, hogy megyünk-e valamire ezzel a bedobással. Lackó! Pap, ő se fér hozzá, kipattanóval Takács. Magasan fölé, Krabina pedig leszedi a védők fejét. Szóval a 20. század második felében a DVSC többször is feljutott az első osztályba, ahol az 1993-as évet követően stabilizálódott a helye, a klub történetének legsikeresebb időszaka. Az 1999-et követő bő évtized volt, amikor a csapat 7 bajnoki címet is szerzett, 6-szor volt kupa, egyszer ligakupa, illetve 5-ször szuperkupa győztes. A 2019-20-as szezonban a 11. helyen végeztek. Így kiestek a másodosztályba, jelenleg pedig ugyan bajnoki szünet van, de feljutásra esélyes csapatként vezetik az MB2-t a debreceniek. Bagó! Takács unta meg a tikitakát, meg a tilitolit. Oda lépett ellenfelének, úgyhogy szabadrúgás lesz. A Debrecen csapat a javára. Sándor játékvezető mutatja Miklernek, hogy csak sípra megyünk. Gyönyörű Gergő a labda mögött, vele szemben egy tagú a ceglédi sorfal. Takács Krisztófer személyében. Nálunk elől csak Lackó, rá ketten vigyáznak, a többiek ott a 16-osunknál. Át a hosszúra, hát ezt bizony megköszönhetjük, nagyon egyedül maradt ott Szabó Árpád a túloldalon. És volt is erő a fejesében. Most az irányzékkal volt több probléma. Mikler pedig mutatja a védőknek, hogy följebb és összébb, ami azt jelenti, hogy ki fogja rúgni. Uff, megtalálta. Preget itt a középpályán. Girdám 16-os pontjánál keverget, ott megtartja a labdát. Most jön a beadás.
és még nincs vége az akciónak, hát ezt bizony csak néztük. Ebben több volt. Prek keveredett oda a kapunk elé. Kuti. Pleszkán második szándékból, de legalább maradt a labda nálunk. Poják. Jól kapta vissza Lackótól, Pleszkán már túloldalon. Meg tudja tartani. Poják. Ez a beadás pedig túlságosan is mély. Hát kicsivel több, mint negyed óra, ami hátra van ebből a mérkőzésből, és újra cseréhez készül a hazai csapat. Ha jól láttam, akkor Kovács Boti vetheti le a melegítőjét, és jelentkezhet játékra. Rabina pedig elvégzi a kirúgást. Poják. Tóth. Ellenfélhez Preg. Meg is indulhat, mert üres terület előtte védők behátráltak. És változtatnak egyébként a vendégek is, sőt, kettős csere lesz a Lokinál. Hát a túloldalra. Tobolát sikerült megelőzni. Nem múlt el azonban még teljesen a veszély. Jankelics. Jó labdaszerzés Girdántól. És jó a blokk. Mikler. Próbáljuk gyorsítani a játékot. Lackó. Most jól vette le. Négyen körülötte. Következnek a cserék. Hatalmasat sprintelt az asszisztens, hogy csere következik. Ugye három játékos is kész a játékra, aztán először Szatmári Csaba jelezte, hogy majd a következő játék megszakításnál, aztán ezt Kovács Boti is megtette, úgyhogy az asszisztens sprintelt vissza oda az oldalvonalhoz. Ott pedig egy óriási kupaktanás Ceglédi részről. 25 méter minimum a távolság a kaputól. Ezzel együtt ez egy lehetőség. Nem túl sok ilyen volt az egész meccsen, ha végig gondoljuk. Takács. Lepattan a sorfalról. Sarokrúgás következik. Ez már a hetedik. Régi idők fociába kedvelt mondás volt a szöglet fél gól. Hát akkor most 3,5-0-ra kellene, hogy vezessünk. Takács. Bent közép, egy gyönyörű fejes, és ott a találat. Pleszkán Tibor! Nagyon egyedül hagyták. Megszületett a vezető találat, gólszerző Pleszkán Tibor. Gyönyörű gól volt. Nagyon szépen érkezett a beívelés is, és Pleszkán pedig közelről, erősen a kapu üres részét célozta. Megvan tehát a vezetés, és akkor jöhetnek a cserék is. 9-es, 15-ös Simon és Balla is jön a pályára, és lejött Girdán, meg lejött Maruscsák. 78. perc. Na, egyből nem fázunk annyira itt az árnyékos oldalon, és akkor most kell nagyon-nagyon odafigyelnünk. Szabó bólintott.
A vendégeknél 9-es számmal Simon Mátyás és 15-ös azt keresem Palla közben Mátyás a könyvelésem. Ide alatt volt, de nem volt hazai csere, úgyhogy Kovács Boti visszaöltözött. Nyilván így már egy picit a taktika is szerepet játszhat. Hát kedves nézők, 12 percet plusz a hosszabbítást kéne kihúzni, hogy az első olyan tavaszi mérkőzésünk legyen, amikor sikerül is megtartani az előnyt. Pap Gellénnel munkában. A nézőtér szerint szöglet, a játékvezető szerint kirúgás. Így megyünk tovább. Kilencedik perc. És akkor egy picit visszajött valami abból a régi igazságból, ugye, hogy a szöglet fél gól, hát a hetedik szögletre sikerült gólt fejelni. De ezt senki sem fogja bánni 15 perc múlva, hogyha így marad, és sikerül itthon tartani a három pontot. A túloldalon nincsen fehérmezes, Bagó azt is megnézhette, hogy kit válasszom. Papot pedig nemes egyszerűséggel arrébb taszajtották. Szabadrúgás lesz a hazai csapat javára, és nyilván innentől kezdve most már más a forgatókönyv. Minden védőnk öles léptekkel távolodott el a szabadrúgás helyszínétől. Mikler végezte el a szabadot. Polyák. Igen, ez lenne most a nagyon fontos pontos passzokkal megőrizni a labdát, és a lehető legkevesebbet engedni az ellenfélnek. Pleszkán. Takács. Ott a játékvezető óra előtt. Preg. Kocintotta össze a bokáját. Szabadrúgás lesz befelé. Kevesebb, mint 10 perc a mérkőzésből hátra lévő idő. Sikerült annyira megnyugodni, hogy ne legyen veszélyben ez az eredmény. Pap csúsztatott, Markó vissza. Markó, ez most lepattant Tomoláról. Polyáknak pedig dolga van. Simon elől tisztázott. Polyák most újra tervezheti és újra gondolhatja a paszt lehetőségét. Miklert választja. Szatmári Csaba pattant fel a Loki kispadjáról, és próbálta gyorsabb mozgásra ösztönözni a sajátjait. Gyönyörű. Jó a passz Jankelics irányába. Most jön a beadás, nagyon-nagyon magas ott a túloldalon, Pregnek. Polyák. Megtalálja Lackót, Lackóval szemben ketten, néma marad a bírói síp, úgyhogy jöhetnek a vendégek. Gyönyörű, gyönyörű. De szerencsés ez. Takács. Így szerzett labdát, ez is pontos még a vendégeknél. Balla. Tordai zárkózik a támadáshoz. Sokkal élénkebb a vendégek játéka, viszont így nyílhat előttünk a terület. Polyák. Pleszkánt kereste és találta meg. Pleszkán jól pöccintett. Pap. Teljesen tisztán. Középen Pleszkán. Túloldalon Lackó. Pap. Az első csel jó, a második csel is jó. Pap. Kicsibe. Azt a mindenit, Pleszkán telibe találta a védőt. Hát lezárhattuk volna a mérkőzést 8 perccel a lefújás előtt. Ez szép támadás volt. Lehet dicsérni Papot. Ezt most jól oldotta meg. Bagó. Szabó. Így lett jó, hogy elcsúszott egy középpályás a vendégeknél, ha jól láttam, Balla volt az.
szabad rúgás lesz, az biztos, és valószínűleg kifelé. A játékvezető pedig Papp Györgynek magyarázza el, ilyet nem nagyon szeretne látni. Jön a második hazai csere, most érkezik akkor Kovács Boti, és ha én jól gondolom, akkor vagy Takács, vagy Papp. Takács lesz, aki elhagyja a játékteret. Változtat Makrai László, Takács Krisztófer helyén, Kovács Botont folytatja, 19-es számmal. Ezzel is elment egy bő fél perc. 83 és fél perc, ennyit telt el a meccsből. Szabó hosszan előre, megfuttatja Lackót Tordai vele szemben, és jól zárja ki a ceglédi szélsőt Tordai Balázs. Dobhatnak a debreceniek. Tomola. Szerintem ő maga sem tudta, hogy mit is akarhat ő ezzel a labdával. Ceglidi bedobás lesz a vége, mi pedig itt a hajrábéli izgalmakat egy picit tompítandó szépen soroljuk el az utánpótlás eredményeket. MLS kiemelt U12-es délkeleti csoportban ma játszott a legfiatalabb korosztály az Orosháza ellen, megmondom őszintén, Clemence Attila tanítványai meccs eredményét nem sikerült begyűjtenem, az előző fordulóban Békés Csabáról el sikerült hozni a két pontot, Petrás Máté, Hallgas Alex volt annak a találkozónak a ceglédi gólszerzője, 13 meccs, 6 győzelem, 7 vereség, 18 pont a hetedik helyen. Az U12-esek, az U13-asok mai meccs eredménye már az interneten hozzáférhetővé vált Bujáki Boton góljával. Kecskeméti József edző tanítványai itthon tartották a 3 pontot. 14 meccs, 12 győzelem, 2 vereség. Harmadikak a tabellán a Kecsó tanítványok. Miközben csere a vendégeknél. Jankelics Iván helyén hármassal Mezei Balázs folytatja Mezei a vendégeknél. Mezei érkezett Jankelics helyére. 86. perc. Na közben pedig elérkezünk az U14-ig. Békés Csaba Ceglét 10-0 az elmúlt fordulóban, miközben Lackó keverget. Szögletrúgás lesz a vége. Ketten próbálták Lackó Milán útját állni. 8. Ez tehát a ceglédi szögletek száma. A hetes szerencsét hozott nekünk. Na nézzük, ezúttal ugye Takács már nincs a pályán. Állandó szögletrugunk, úgyhogy Markó Ádi, a csapat kapitánya, ment ki elvégezni a sarokrúgást, és akkor nézzük a beadást. Jó a fejes! Újabb szöglet lesz. Kovács Botond próbálkozott, nem is volt ez rossz kísérlet, ismétlés. Pedig most következik Markó. Jó a berobbanás, Pleszkán. Földön Tordai, ő a második fél időben elég sokat látogatta a gyepet, ami egy picit idegesítő, hogy maga Lackó Milán szólt a vendégek kispadjának, hogy azonnal jöjjön segítség. Szerencsére nincs olyan nagyon-nagyon nagy baj. Ez viszont lehetőség az ápolás arra, hogy cserélni lehessen. Érkezik Kelemen László a hajrára. Egyébként tegnap még Füzes Gyarmaton vitézkedett az U19-el, de mindjárt odaérünk az eredmények ismertetésében. Csak nézzük a cserét. Érkezik tehát. Nincsen kirúgás, van viszont csere. Azt már tudjuk, hogy Kelemen
aki beáll, és azt is látjuk, hogy Lackó Milán, aki hagyja a játékteret, 88. perc, tehát, és megy is oda a túloldalra. Lackó szélső posztjára Kelemen. Tóth. Simon. Tomola. Boják. Bedobás lesz. Sikerült egy kicsit kijebb tolni a vendégeket. Marad a labda a Debrecennél. Tomola. Újabb bedobás. Kovács már. És aztán Gellén. Gyönyörű, jól perdít ide a szélre. Mezei Balázs. Neki nem volt most szerencséje. Én meg addig akkor gyorsan folytatom az ifjúsági és az utánpótlás korosztályok eredményeinek ismertetését. Az U14-ben, tehát Békés Csaba Ceglét 10-0-ás vereség a listavezetővel szemben. 28 ponttal a tabellán a 7. helyén. Szepes Richárd tanítványai jövő hétvégén mennek Makóra, ugyancsak az U15 is, akik Békés Csabán az elmúlt fordulóban 4-0 arányban kaptak ki, ők 6. helyen tanyáznak, Keresztúri András edző futballistáiról van szó. Iszonyatos küzdelem van a pályán. Kovács. Kovács. Ez most jó pördítés Kelemen irányába. Vele szemben Tomola. Kelemen. Ki volt már a labda, mutatja az asszisztens. Kedves nézők, túl a rendes játékidőn immár a hosszabbítás percei. Bevallom őszintén, nem figyeltem, hogy a játékvezető mutatott-e a kis ujjaival perc számot. De Jankó, mint a helyi speaker, biztos, hogy bemondta volna, hogyha ő látja. Az, hogyha ketten nem láttuk, az azt jelenti, hogy valószínűleg nem tette meg Sándor játékvezető, innentől kezdve, tehát az ő kezében vagyunk. Tomola. Gyönyörű teljesen egyedül középen. Sikerült belelépni a lövésébe Kutinak. És megelégszenek a vendégek egy szöglettel, ez lesz az első sorokrúgás. A vendégeknél most mutatja a játékvezető a 3 percet. Hát nálam már másfél perccel letelt a rendes játékidő, de sípja Sándor Csabának van, és ez a döntő ebben az esetben. Gyönyörű Gergő. Most jön befelé a szöglet, túloldalon sikerült kijebb fejelni. Tordai Balázs pedig akkorát rúgott a labdába, hogy én kényelmesen elmutatom önöknek az U17 és az U19-es korosztály hétvégi eredményét. Ahogy említettem, Sárréti Gyöngyhalászok ellen játszott mind a két csapat 16. fordulóban. A kisebbek, az U17-esek 2-0 arányban győztek, Pásztor Máté és Osgyáni Tamás góljaival. A Ceglét 16 mérkőzés, 13 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 41 ponttal úgy áll az élen, hogy a Szolnok 2 meccsel kevesebbet játszott. Ezzel ugyan lehet 43 pontjuk, és meg is előzhetik a Ceglédet. A 3. Szeol mindenképpen a ceglédi csapat mögött van. A nagyobbak, a legnagyobbak pedig 2-0-ás hazai vezetésről sikeresen fordítottak. 3-2 arányban nyerték meg Ványi Zsolt tanítványai azt a meccset. Tóth Roland 2-t, Kovács Máté 1-et vállalt a 3 ceglédi találatból. Bedobás lesz közben a vendégeknek. 14 győzelem, 2 döntetlen is vereség nélkül. Ez az U19-es csapat mérlege a tabellán. Első hely, ha a Szolnok az elmaradt meccseit húzza, akkor is 6 pontra vannak tőlünk. A Tisza Kecskemét 3. pedig 10-re. Itt pedig Kelemen. Jön is a beadás. Kovács túlságosan is erős volt egy Kelemen Laci beadása. Kovács nem tudta már irányítani
ezt a labdát, az U17 és az U19 pedig a jövő héten Hódmezővásárhely csapatát fogadja itt hazai környezetben a Zsengellér Gyula stadionban. Ez tehát az utánpótlás helyzete. Itt pedig már a mi helyzetünk lehetne még egy picit kedvezőbb, hogyha Sándor Csaba játékvezető megtenné azt a szívességet, hogy lefújná a mérkőzést. Az én órám szerint a negyedik percet is elhaladtuk már. De a Spori még mindig engedi, bár nézi az óráját folyamatosan. Na nézzük. Kuti. Bagótól kell. Bedobás lesz ezúttal a vendégek csapata javára. Tordai szaporázza lépteit. Aztán most lábbal Tordai Balázs előre. Szabó. Még mindig engedi a játékvezető. Most már a hazai térfél közepén. Jönnek előre a fehérmezesek. Markó. Ő is csak pöccint. És akkor most van vége a mérkőzésnek. Hát az első győzelem a negyedik tavaszi mérkőzésen. Cegléd. Debrecen 2-1-0. A gólszerző Pleszkán Tibor a 77. percben. Megvan tehát a hőn áhított 3 pont. Nincs megállás az MB3 keleti csoportjában sem. Jövő héten újabb mérkőzés, március 27-én Tiszaújvárosba utaznak Makrai László tanítványai, hogy aztán április 4-én már a nyári időszámítás szerint 16 óra 30 perces kezdettel a Sajó Bábon csapatát fogadhassa a csapat. Gratulálunk ehhez a 3 ponthoz, és reméljük, hogy a pontok gyűjtése tovább folytatódik Tiszaújvárosban is, aztán Sajó Bábony ellen még egyszer április 4-én a Klub TV kamerája akkor is itt lesz. Az operatőr Süveges András nevében köszönjük szépen a figyelmüket, a pálya búcsúzik, a viszontlátásra, viszonthallásra. Mester, gratulálunk, megvan az idei évi első győzelem, ilyennek képzelted? Hát most már azt képzeltem, hogy nyerjünk, már mindegy, hogy hogy nyerjünk, így az első 3x után, főleg úgy, hogy mi vezettünk 1-0-ra. Nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben most is 1-0-ás vezetésnél, hogy mi volt az első 3 mérkőzésen, de ma meccs előtt is éreztem nagyon a brigádon, meg az egész heti munkán is, hogy itt most nem győzhet bármelyik csapat jött volna ide. Végre megtört az átok a farm csapatok ellen, hiszen sikerült 3 pontot szerezni. Igen, múlt héten Diósgyőrben is én úgy gondolom, picivel közelebb álltunk a győzelemhez itt, meg úgy gondolom, hogy még lehetett volna közte több is, de nem vagyunk telhetetlenek, nyilván ezért is 3 pont járt. Nincs megállás, következő idegenbeli mérkőzés Tiszaújváros, majd jön a Sajó Bábony, 2 meccs, esélyek, remények? Hát most ha azt veszük, hogy eddig nem kaptunk még ki tavasszal, akkor jó reményeink vannak, nyilván mindegyik csapat verhető. Amit előbb is mondtam, hogy a heti munka nagyon jó nézett ki, ha azt az minimumnak azt vesszük, és csak a fölé tudunk nőni, akkor nem lehet gond a következő 2 meccsen se. További sok sikert, és gratulálunk még egyszer a győzelemhez. Köszönjük szépen!